Digitális rajzpadokon készülnek a különböző képregény karakterek a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A fiatalok egyre gyakrabban használják a digitális technikát a hagyományos papír és ceruza helyett. A modern eszközök segítségével egészen az alapoktól a kész, színes oldalakig bármit el tudnak készíteni, ráadásul a javítási, módosítási lehetőségek száma végtelen. Ezért egyre többen próbálnak meg belevágni a rajzolásba. Ez indokolta 3 évvel ezelőtt azt is, hogy tábort indítsanak azoknak a fiataloknak, akik fejleszteni szeretnék tudásukat. Ez egy kicsit már olyanná vált a képregény, mint a 21. századnak a népművészete, tehát egy ilyen sajátos elbeszélési forma, sokan így tudják kifejezni magukat, és akkor ebből adódott az, tulajdonképpen 3 évvel ezelőtt, ugye most már ez a 3. képregénytábor, hogy hirdessük meg ezt a foglalkozásort 9-15 évesek számára, és ez mindig ilyen teltházzal megy, tehát ilyen 16-20 fővel mindig, kb. Ennyi a kapacitásunk, tehát ennyi az, akivel tudunk foglalkozni, tehát úgy személyre szabottan. Ezek között tényleg vannak olyanok, akik nagyon jó rajzolnak, és már teljesen digitálisan készítik el a dolgaikat, hozzák a kis tabletjeiket, és ők saját maguk azon is rajzolnak. Van, aki pedig még a hagyományos módon készíti el ezeket a képtörténeteket. Mindenkinek segítenek, és nincs elvárás, hogy milyen szintre kell eljutni a tábor végére. Van, aki egyszerű figurákkal dolgozik, aki pedig komolyabban beleveti magát a rajzolásba, annak a részletek kidolgozásában segítenek a szakemberek, témától függetlenül. Ahhoz képest ugye, hogy mind filmben, mind képregényben Magyarországon is a Marvel az, ami jobban elterjedt, és jobban is ismerik ugye ezeket a karaktereket, ezeket a képregényeket, ezeket a filmeket. De ugye, mivel Európában szuperhősös képregényeket nem rajzolnak, és Magyarországon sem rajzoltak soha, mert ugye az egy amerikai találmány, és ugye onnan áramlik be a világ minden tájára. Ugye a diákok ismerik, van, aki felhasznál belőlük figurákat, de amiket ők is kitaláltak, nincs köze a szuperhősökhöz. Inkább a rajzstílus az, ami érdekesebb, hogy ugye vagy ilyen a mangának, az animéknek most elég nagy népszerűsége van ismét Magyarországon is, tehát hogy főleg ez a fajta stílus jelenik meg, de ugye nagyon változó, hogy ki mit szeretne, vagy hogyan akarja megrajzolni azt a történetet, amit hoz. Ezt a kiadványt a 2023-as képregénytábor alkotásaiból készítették. Jól látszik a témák és a technikák változatossága is. Volt, aki ismert szuperhősöknek írt új kalandot, a legegyszerűbb karakterek és formák felhasználásával. És vannak benne olyan oldalak is, amelyeket rendszeresen visszatérő táborozó készített. Technikákat annyira én még nem tanultam, mivel hogy a legtöbbet ismertem, viszont az, hogy a saját határaimat feszegessem, az nagyon... Tehát arra az a tábor nagyon jó volt, mert első évben azt vettem észre, hogy nem voltak hátterek, akkor következő évben a háttérre fókuszáltam, idén a dinamikára próbálok egy kicsit fókuszálni, és így minden évben egyre jobban próbálom felülmúlni azt, amit azelőtt csináltam. És ebben így segít az, hogy itt vagyok, és ez a alkotói közeg igazából. A tábornak most vége, de a képregénytár folyamatosan várja a műfaj iránt érdeklődőket.